tegnap is megpróbáltam, akkor tanultunk meg igazán ezt énekelni, hogy nem tudom énekelni. Nekem személyesen az ének egy nagyon nagy bátorítás. Ez az ének igazából Istennek az egyik nagy parancsa, amit adnak keresztények. Lejjön, hogy ez a világ megoldott és lejjött szenvedés szűnje. És a mi feladatunk az, hogy higgyünk Istenben, higgyünk abban a reménységben, ami segíthet a szenvedő embereknek, a szenvedő világnak. Istenem, ezáltal az ének által nekem is jobban megvalósítva azt, hogy amit tőlem telik, azt tegyen ilyen. Így fogom számolni. Kéne már egy új tavasz, egy szebb és jobb világ, hogy gyermek hangon nyomják el a fegyverek zaját, hol nincs könyv, fájdalom, ne gondolj, hogy álmodom, új világ, villad ránk egy hajnalom, egy új világ. Biztos látunk már mindjárt nagy eső után,
hátségákat, amik így lassan, de biztosan átszelik a járdát, az úttestet, a szabadságban. És biztos, hogy sokunkkal előfordult az is, hogy véletlen egyet állítunk, és a cségának annyi volt. Ezzel a kis példával azt szeretném szemléltetni, hogy lehet az imád szép, de nem ez az élet fog megtartani minket. Nem az imaházat tartják meg a gyülekezetnek, nem az imaházat tartja össze gyülekezetnek. A legfontosabb az, hogy itt mindnyáron, ebben a gyülekezetünkben, a saját gyülekezetünkben személy szerint ápoljuk és minőségileg ápoljuk a kapcsolatokat Istennel. És mi gyülekezet is egyedül Istenes, ami bizalmunkat, ami hitünket, és ővel fektessük a mi életünket. Akkor lesz értelme az imaházaknak, akkor lesz értelme a gyülekezetünknek. Két éneket fogok elénekelni, és a most következő ének az első ének tulajdonképpen egy meghívó. Meghívó elsősorban a Mennyországba, ami nekünk szól, Isten gyermekeinek. És nem utolsó sorban meghívó azoknak az embereknek, akik még nem fogadták el Istent. Meghívó ide az imaházba, ahol felét van Isten asztala. Bár a ház, az atyám háza kész. Az ajtó tárva, minden áldás asztalán. Drága vérem vett meg a halálból. Mindezt megszerezte. Ő a tiszta Szent Márton. Éjjelződik minket. Michael.
Christus est vár. A második énekünk lehet, hogy ismerős sokan számára. Jézus Krisztus megváltozik engem, drága véleket, hogy jól így kezdődik. Ez az ének elmondja nekünk azt, amit megtapasztalhatunk mi keresztények. És nem tudunk sorban egy nagy feladatot ad nekünk a harmadik szabadságnak. Messze rendben elmondunk bennünk, amit Jézus értelmezett. Ez a gyülekezet nem csak a falakon belül kell, hogy gyülekezet legyen, hanem annál inkább a falakon kívül, ebben a községben, a környező gyülekezetekkel, kéz a kézben, Isten küzdött már a fölöttől. Hadd legyen ez egy nagyon változás számomra. Boldog, szívvel áldog, néki zengek hála,